Az állami és a magánegészségügyi szektor szétválasztásáról, összefonódásáról, párhuzamos működtetéséről fogunk a következőkben beszélgetni Lengyel Lívia egészségügyi szakértővel. Jó reggelt kívánok! És a közvetlen apropó az, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár tegnap a Kórházszövetség konferenciáján arról beszélt, hogy legyen közös a felelősség, ez volt talán a kulcsmondat, és azt szeretnék elérni, hogyha a magánellátásban valaki valamilyen problémát okoz, valamilyen szövődmény lesz, akkor ne legyen magától értetődő, hogy ezt a közellátásban közpénzből kell helyreállítani, és azt akarja megoldani, hogy ezért a magánellátók fizessenek a közellátásban is. Ugye ön az imént nekem azt mondta, hogy ez a szülészetben, az ortopédiában leginkább előforduló probléma, de milyen arányban, mekkora terhet ró ez valóban a közegészségügyre, hogy ez ennyire reflektorfénybe került? Hát az kiderült a tegnapi nyilatkozatokból, hogy pontos számokat nem tudunk. Én azt gondolom, hogy a maga, ugye nem egy új keletű ez a törekvés. Szerintem egyszerűen abból fakad, hogy ha megnézzük, akkor a magánegészségügynek a termelő képessége, vagy a prosperáló területe az a szülészet, nőgyógyászat és az ortopédia. Mind a kettő gyakorlatilag már 22-re elért egy akkora mértéket, hogyha csak a statisztikai valószínűségét nézzük a kockázatoknak, akkor már látható méret. Tehát, hogyha megnézzük a számokat, mondjuk például szülészetben, nőgyógyászatban Budapestre koncentrálódik az ellátás, a fekvőbeteg ellátás. 2022-ben már minden harmadik gyerek Budapesten magánkórházban született. Tehát, hogy ez már egy nagy szám. És azt sem tudjuk, hogy ebből a két ellátási formából mennyi az az eset, amiből probléma van, és a közegészségügyben kell megoldani? Nincsen, mert hogy sem az államiban, sem a magánban nincs ilyen értelemben az indikátoroknak egy transzparenciája. Mekkora teher ez a magánellátókra vonatkoztatva, és a végén azokra, akik ezeket az ellátásokat igénybe veszik, mert ugye Lantz Róbert a Világgazdaságnak nyilatkozott erről, hogy ugye egy úgynevezett háttérintézményi szerződéssel eddig is kellett rendelkezniük a magánszolgáltatóknak, de ez csak egy rendelkezésre állási díjat jelentett, nem azt, hogy a teljes költséget ki kell fizetni. Hogy nézett ki ez a struktúra, és mi változik most? Ez egy, abban az értelemben egy egyedi, hogy különböző háttérintézmények különböző megállapodásokat köthettek. Ugye mindenképpen kell egy klinikai háttérintézménynek lenni, hogyha bármilyen komplikáció belép, akkor azonnal át lehessen szállítani abba az állami intézménybe, aminek az infrastruktúrája is ugye adott arra, hogy egyéb beavatkozásokat is el lehessen végezni. Azért Magyarországon a magánegészségügy az elektív, tehát az eldönthetem, hogy mikor lesz a műtét jellegű beavatkozásokra van. Én szerintem ugye nincsenek erre számok. Önmagában azt lehet mondani, hogy ugye volt, akinek volt egy általánydíjas háttérszerződése, van, aki meg esetileg számolt el. Én azt gondolom, hogy önmagában csak a szabályozás a törekvés, mert a számokat nem látjuk, és hogy abból, hogy az ETT-nek dedikálták ennek az elbírálását, ugye, én azt feltételezem, hogy itt nem egy futószalagról van szó, hanem arról van szó, hogy lesznek egyedi esetek, amik felszínre kerülnek, és azokat majd ez a tudományos tanács gyakorlatilag megvizsgálja, és eldönti, hogy ebben a finanszírozásban van-e valóban felelősség ebben a többletfinanszírozásban a magánszolgáltatónak, mert itt csomó minden előtérbe kerülhet, ez lehet megállapíthatja azt, hogy mondjuk nem volt megfelelő a kivizsgálás, rossz volt a beavatkozás, de azt is meg kell itt említeni, hogy mi van akkor, hogyha egyértelműen a betegnek a problémája, vagy a betegnek mondjuk a nem terápia követéséből fakad az, hogy mondjuk lett egy fertőzés, egy szövődmény egy műtét után. Ettől függetlenül beszélt ugye az államtitkár arról, hogy elkezdik majd szabályozni a két szektor együttélését, és lesz egy kormányzati döntés arról, hogy mely magántulajdon szolgáltatókat engedik be a közfinanszírozott ellátásba. Itt mi várható? Ugye a fő kérdés az, hogy hát, hogyha a közfinanszírozás történik, ha magánszolgáltatónál is, akkor mégiscsak több pénzt kell belerakni. Pontosan. Hát először is azt gondolom, hogy az már egy mindenképpen egy eredmény az úton, hogy nem a szétválasztásról, hanem az együttélésről beszélünk. Szétválasztásról nehéz akkor beszélni, hogyha egy HR kapacitás oldja ezt meg. Valóban én is pontosan ez az egyik kérdésem, hogy az egy dolog, hogy ennek van egy magánellátó, illetve páciens oldala. Ugye az egyik részről a magánellátó ennek a szektorsemleges finanszírozásnak az eredményeképpen gyakorlatilag ugye olyan betegekhez jut, akiknek van egy fix közfinanszírozása, tehát tulajdonképpen lesz egy fix fedezete a működésének. A páciensek szempontjából azért nagy kérdés az nekem,
hogy az egy dolog, hogy mondjuk igénybe tudok venni egy szolgáltatást egy magánszolgáltatónál, de mi van akkor, vagy arról, ezt erről is volt már tegnap szó, hogyha van egy befizetett TB ellátásom, akkor azt hogyan tudom igénybe venni, mi lesz ennek a szabályozása, de valóban a legnagyobb kérdés az az, hogy jelenleg azt gondoljuk, vagy azt látjuk, hogy az egészségügyben kevés a forrás, ez a rendelkezés mindenképpen többletforrásokat igényel, hiszen erre jelenleg nincsen. És ugye egy másik kérdés az pedig az lehet, hogy hiába nem csak az ember saját zsebből, hanem TB-ből is finanszírozhatna esetleg magánellátásokat, hogyha nincs ott elegendő ember. Márpedig most már a magánszektorban is azt látjuk, hogy azért nem holnapra kap az ember időpontot még akkor sem, hogyha megfizetné, mert ugyanaz a szakember gárda nem tud egyre több helyre dolgozni. Megmondom őszintén, én ezt nem így látom. Én a magánegészségügyben nem látok igazából kapacitáskorlátokat, pont hogy azt látjuk, hogy 2022-ben, amikor az első nagyobb áremelések az infláció következtében elindultak, gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy nincsen annyi páciens, mint amennyi szolgáltató van. Ez teljesen látszik, és az a 2023-as folyamatokban is látszott. Az állami szolgáltatóknál ugye sokszor felmerül, hogy kapacitás lenne, ezért merülnek fel olyan megoldások, hogy mondjuk magánfinanszírozásba igénybe lehet venni. A szektor semleges finanszírozás nekem azt mondja, hogy akkor az a kapu is kinyílik, hogy akkor az állami szolgáltató is mondhatja azt, hogy egyébként az állami finanszírozáson felül ő még tud vállalni egyébként, ki tudja állítani a műtői csapatát, tud még vállalni műtéteket magánfinanszírozásban. Ugye a napokban megjelent több interjú és hír azzal kapcsolatban, hogy egyre nagyobb értékű szolgáltatások elérhetőek a magánellátásban. Látóknál, fizetési könnyítésekkel, stb. Ebben mi lehet ennek az évnek a fő tendenciája? Mindenképpen erősödni fog ez a típusú megoldás, tehát azt a pénzügyi kockázatot azt csökkenteni kell. Tehát ahogy az előbb is említettem, amikor látszott az, hogy gyakorlatilag a megemelkedett árakat a páciensek már nem tudják finanszírozni, ugye itt azért mondjuk, ha beszélünk szülésekről, akkor 1 milliótól indulnak körülbelül az árak, és inkább jóval fölfele. Hogyha az ortopéd műtétekről beszélünk, aminek a vezető területe a protézis műtétek, akkor ott már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 2,5 millió forint alatt érdemi műtétet nem lehet elérni, de mondjuk 2 milliónál kezdődik az ára, és ha mondjuk egyedi megoldásokat szeretnénk, az pedig 4 millió forint fölött van. 23-ban egyértelműen megjelentek különböző megoldások, egészen eltérő konstrukciókban jelentek meg részletfizetési megoldások a magánegészségügyben. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen erősödni fog. Aki mondjuk elkerülhetetlenül ilyen beavatkozást szeretne csináltatni, és nem akar sokat várni, mire figyeljen, mi alapján választom szolgáltatót és fizetési konstrukciót, hány jó tanácsot tudunk adni? Hát azt gondolom, ahogy azt látom inkább, ez teljesen jellemző, ez nem egy új keletű dolog, hogyha nagyobb értékű beavatkozásról van szó, akkor a páciensek jellemzően körbejárják a helyeket, 2-3 helyről is kérnek ajánlatot. Egymással ellentmondót fogok mondani. A magánszülészetben az a tendencia, hogy először egy intézményt választanak, ahol azt a komfortot és azt a biztonságot érzik, amit preferálnak. Az ortopédiában pedig egyértelműen először a betegek, 88%-a a betegeknek először az ortopéd orvost választja ki. Ez jellemzően a beteg által megért szakértelem vagy empátia az, ami vonzani fogja, az, hogy az orvos hogyan kommunikál. Igazából addig, amíg nincsenek adatok, sem az állami, sem a magánegészségügyről, és ezeket mondjuk a kockázatokat vagy a szövődményeket nem látjuk pontosan, addig csak ezek alapján tudunk dönteni. A vállalati és a biztosítói csomagok a továbbiakban is egyre nagyobb arányt fognak itt képviselni ebben a szektorban, ahogy ezt eddig láttuk. Ez egy erősödő tematika, ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy amint említettem is, hogy a pácienseknek fogy a pénze, vagy elfogyott az a pénz, amit az egészségügyre, magánegészségügyre szánhatnak. A másik része pedig az az intézkedés, ami tavaly történt, hogy a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokat ugye nem kötelező már. Ebből következően van egy erős kapacitás, szabad kapacitás a magánszolgáltatóknak, és elindultak a magáncégek irányába. A versenyszférában ahhoz, hogy egy munkavállalót meg tudjak tartani, ahhoz nem elegendő már mindenféle bér jellegű juttatás, hanem egyebeket is kell adnom, és ezek a vállalati csomagok tulajdonképpen azt teszik lehet, hogy a vállalat által megfinanszírozott különböző egészségügyi csomagokat kapnak. Ezeknek biztos, hogy növekedni fog a jelentősége. Mindenképpen a munkáltatói oldalról ez egy plusz juttatás, a munkavállalók számára pedig pozitívum. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!